Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy túrós pogácsát fogunk készíteni, nagyon egyszerű lesz, egy alaprecept. Nem sok minden kell hozzá. 25 deka lisztet ide leszitáltam, egy kicsi sót fogok beletenni. Mutatnám, hogy ez így mennyit jelent. Mondhatni, hogy laposan szinte egy fél evőkanállal. Ha mérnétek, akkor olyan 7 g körül lehet. Jó, ezt így ellazítom benne. És igen, nem láttok itt tojást, nem láttok élesztőt, sütőport, semmilyen fújtatóanyag nem lesz, tojás sem lesz benne, nem fog hiányozni. Jó. Ami a lényeg ennél a receptnél, egy-egy arányban lesz minden. 25 deka a liszt, 25 deka lesz a vaj, és 25 deka lesz a túró is. Tehát minden ugyanannyi mennyiségű. Na ebben jó lenne zsíros túrót használni. Hát én nem kaptam csak fél zsírosat a boltba, és már ha csak ilyet kaptam, akkor úgy gondoltam, hogy legyen már ez a krémesebb forma, mert akkor ezt már nem kell átsutulni semmin, hogy ilyen krémes állagot kapjunk, mert egyébként a rögös túrót úgyis át kellene sutulni. De ha már ez állt fenn, hogy nem teljesen zsíros, csak fél zsíros, akkor úgy gondoltam, akkor mindegy, válasszuk a kényelmesebbik utat. Tudjátok, hogy feleslegesen nem szeretek dolgozni, azért gondolkodok mindig ilyesmiben. Egyébként, amit nem mondtam, nekem ez most félfogós lisztből van, ami nem kötelező, mert lehet sima BL55-ös átlagos lisztből készíteni, csak én már szeretném elfelé használni a rétes lisztemet is, úgyhogy a félfogós liszt azt jelenti, hogy fele rétes liszt, fele sima liszt. Úgy szemre. A lényeg az, hogy 25 deka legyen az egész. A vajat ne hagyjuk már megpuhulni, úgyhogy én ezt most vettem ki a hűtőből, de már ilyen könnyen lehet reszelni, de kockázni is lehet, teljesen mindegy. Most én reszelem. Ez nagyon hamar ment. Ezt összegyúrjuk. Nagyon egyszerű lesz. Meglátjátok. Meg finom is. Ez egy percbe jó esetben, ha tehet, de még annyiba se. Nem kell itt mellette lefeküdni, mert pont az a lényeg, hogy minél hamarabb gyúrjuk össze, és tegyük a hűtőbe hidegre, hogy ne olvadozzon a kezünk alatt a zsíradék. Egy kis gombócot csinálok, úgy nagyjából. És akkor folpakba beleteszem, és elvileg hűtőbe kéne tenni. De mivel, hogy én minden gyorsan szeretnék csinálni általában, ezért én a fagyóba csinálok neki helyet. Mindegy, hogyha valamit ki kell venni miatta, az alatt a fél óra alatt semmi nem fog megromlani, kiveszem a sima hűtőbe, átrakom, és akkor jó. Mehet a fagyóba nekem egy kicsit, hogy dermedjen meg a vaj benne, és akkor dolgozunk vele tovább. Látjátok, hogy milyen hamar megy? És azt a részét mutatom, ahogy gyorsan lehet vele végezni. Nem lesz itt semmiféle hajtogatás, meg semmi se. Van az a típusú forma is, de én most nem azt fogom mutatni, így is nagyon finom lesz, úgyhogy én feleslegesen nem dolgozok. Teszem a fagyasztóba. Egy 20 perc elég neki. Én egy 40-et hagytam, mert egy kicsit itt elbeszélgettünk, de teljesen mindegy. Úgyhogy a hátulja egy kicsit keményebb, de nincsen megfagyva. Itt még lágyabb. Bekapcsoltam a sütőt, mert most már nem olyan sokára készen leszünk. Egy pici liszt alá, fölé. Jó. És akkor nyújtunk. Olyan sokat úgyse kell rajta nyújtani. Szóval csak az a dolgunk, hogy kicsit kinyújtsuk. Nem nagyon vékonyra. Az alakja most nem annyira lényeges, a vastagság a lényeg. Olyan sokat nem fog nőni, mert fújtatóanyag nincs benne. Mutatom, hogy itt a mutató ujjammal egy magasságban van. A vastagsága, be lehet ilyenkor szépen mintázni, ha akarjátok, én nem fogom. 4 cm-es átmérőjű lehet ez a szaggatón. Általában ezzel szoktam szaggatni a pogácsákat. Én úgy gondolom, hogy annyira finom, hogy ettől kevesebbet úgyse akar megenni belőle senki. Ezzel fogom szaggatni. Mielőtt ezt elkezdtem kinyújtani, bekapcsoltam a sütőt, 240 fokra hadd melegedjen fel jól, mert ez a kiszaggatás, ez nagyon hamar készen lesz, és még annyit megtettem, hogy egyetlen egy tojást felütöttem, a tojás sárgáját egy kicsit felvertem. Ha kisebb tojásotok van, akkor sincsen semmi probléma, mert akkor a fehérjéből egy picit pótoltok bele, és már csak szaggatunk. Lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb legyen a hullónk. Mert mi történik a hullóval? Hát ugyanaz történik, ami az eddigiekkel. Össze fogjuk szépen gyúrni, ugyanúgy, mint ezt, és akkor újból felhasználjuk a maradékot. Ide teszek egy kis lisztet, amiben belemáltogatom ezt a
szaggatót, ugye? Hogy ne ragadjon hozzá, lehetőleg. Jó. Úgyhogy szaggatom kifelé. És tulajdonképpen ennyi lesz meg a sütés. Nem egy túl bonyolult, és nagyon finom lesz. Az arányok működnek, tehát 1-1-1, amit mondtam. Duplázzátok, triplázzátok, hogyha többet szeretnétek készíteni. Érdemes egyébként. Mi most csak ketten vagyunk, azért csinálok ennyit. Ha vendéget várok, akkor én is duplát csinálok alap, minimum. És akkor a maradványt ugyanígy picit meglisztezem, összegyurmákolom, kinyújtom, és ugyanez a művelet fog történni vele, mint ahogy most a többivel. Jó? Azt szerintem el tudjátok képzelni. Szépen lekenegetjük. Azért nem előbb kenegetjük le egy összegbe. Tudom, ez lehet kérdés és jogos. Képes a tojás lehúzni az oldalát ennek a sütikéjének, ezért szoktuk utólag megkenegetni. Ez szép fényt fog neki adni a tetején. Meg érdemes, hogyha marad még belőle a tojásból, akkor még egyszer is érdemes rámenni, hogy jó vastagon legyen, mert olyan roppanós réteget csinál a tetején. És ilyenkor igen, lehet rátenni sajtot, aki akar, szezámmagot, akár mákot, vagy ami eszetekbe jut, teljesen mindegy, bármilyen magot, amit szerettek. Jó, én ezt most ilyen egyszerű formában fogom elkészíteni, mert szerintem így is nagyon finom. Mehet a sütőbe, amit most már 200 fokra fogok állítani, és 200 fokon alsó-felső sütésen fogom sütni. Készen vagyok, akkor mondom még egyszer, hogy 200 fokon alsó-felső sütésen, úgyhogy elő volt melegítve, 250 fokon melegítettem elő, és utána 200 fokra visszatettem sülni, tehát úgy raktam be, és 30-35 perc sütési időt igényelt nekem. Meg kell nézni kinek, hogy tetszik meg a színe. Na látjátok, milyen szép fényes lett a teteje a tojástól? És akkor egyszerre befért az összes, ez az egy adagnyi. Megmutatok egyet, hogy hogy néz ki. Nézzétek! Ilyen kis puha. Finom, omlós, tényleg nagyon kis puháncs. Mindenkinek javaslom, hogy készítse el, akinek van hozzá kedve. Tényleg egy egyszerű, láttátok, nem bonyolult. Aki elkészíti, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!